Istennel köszöntök mindenkit, János nevében is. János megkért, hogy beszélgessünk a szobraival, és azt mondta, hogy azért talált ki engem erre a célra, mert én nem fogok sokat beszélni, meg semmiféle filozófiába nem menjünk bele, mert aztán mindenki unja, hanem csak úgy dumáljunk. Megpróbálunk akkor csak úgy dumálni, de mégis csak muszáj egy-két kérdést feltennem neked. Mindjárt a kiállítás címével, a metaxival kapcsolatosan, hogy nekem ez a mindennapi szókészletemben nincs meg a metaxu. A metaxa az megvan, de utána néztem, az nem szobrot jelent. Szóval, hogy de azért én ezt a metaxut is megtúrtam egy kicsit, és akkor azt meg szeretném tőled kérdezni, hogy helyes-e az a meghatározás azok után, hogy láttam most itt a szobraidat, mert én csak most láttam őket először. Itt. Igen, mert máshol nem láttam, nálad. De nálad. Na jó, oké. Volt, amit láttam. Tehát, hogy helyes-e az a meghatározás ennek a dolognak. Amit olvastam, talán azt hiszem, hogy a Simon Weil mondta, hogy a metaxu az hidat képez az úton az Isten felé. Hogy ez rád érvényes-e, ez a meghatározás, meg erre a kiállításra, vagy erre ez nem? Hát egyrészt mindenképpen jelent utat, és köztes létet, a tökéletlenség részéről a tökéletes felé, a tudatlanság felől a tudás felé. Igen. És az irány is ugyanaz, igen, Isten felé, vagy ki hogyan nevezi? Ő nevezte Istennek, de természetesen nevezhetjük a bölcsességnek és a nem tudásnak. Olvastam ezt is az általad összeszedett szövegekbe. Ott azon gondolkoztam, hogy ki az alkoholistákon kívül, aki adott helyzetből nem a bölcsesség felé törekszik, hanem a butaság felé. Hát az, aki vagy túl sokat iszik, vagy egyáltalán nem. Jó, sokat iszik. Na, szóval az az érzésem a szobrokkal kapcsolatban. Egyrészt, hogy formailag nagyon erősen meghatározza az a technika, amivel ezeket létrehoztad, hogy a viaszlemezekből van összeragasztva. Tehát ebből gömböcskét csinálni, meg egyebeket nem lenne ildomos, hanem hogy használod az anyagnak ezt a fajta lehetőségét, amit ezek a lemezek adnak. Másrészt ebből az irányultságból következően úgy látom én, hogy itt egy nagyon ősi, archaikus történetek épülnek fel. Ami nagyon érdekelt engem, hogy miért hegyesek a szobraid mindannyian. És aztán nekem van egy ötletem, de aztán te majd megmondod, hogy miért. Mert hogy először fényképen látva a görög furcsa módon a görög bronz sisakok, meg a lábvédők, meg egyebek jutottak eszembe. És aztán most, hogy itt körbejártam és megnézegettem, akkor sokkal inkább ezekbe a formákba csónakokat látok. Hogy jól látom én ezt a kérdést, hogy mondjuk olyan, mintha inuink, sámároknak lenne a járműve ezek a formák. Egyrészt azért, mert abszolút csónakformájúak, másrészt azért, mert megint lehet, hogy helytelenül látom a dolgokat, hogy ezen majdnem mindenhol halak szerepelnek, hogy ez az áttörő forma is olyan, mintha egy fél hal lenne. Most ezen nem tudom, hogy pontosan olyan, de több helyen a halnak az egyik fele a luk, a másik fele az csak a megrajzolt dolog, és közben mindenhol sámánisztikus vagy sámán doboknak a finom rajzaiból vett idézetek vagy barlangok idézeteit látom. Tehát, hogy azt gondolom, hogy az egésznek van egy ilyen ősi, archaikus ihletettsége ebben a történetben.
Egyszerre három kérdés, vagy négy kérdés volt. Ne haragudj, csak nagyon, nagyon röviden, légy szíves. Jó. Ami a technikát illeti, a Gilles Deleuze-nek van egy munkája, a Le Pli, a hajtás. Ő ott a barokk művészetét és a barokk filozófiáját boncolgatja elég áttételesen, és ott a hajtás gyakorlatilag, mint cselekedet, mint emberi motivum, mint döntés, és a döntés és a cselekedet által létrehozott tér szerepel. A barokkban most nem menjünk bele, de hogy a lényeg az, hogy ott egy síkból teremtődik tér, és hajtódik tér, és zár körbe egyfajta saját történetet, és ez a saját történet nem fordítható vissza. Tehát minden visszafordítás is egy újabb hajtás, tehát csak egy irányba lehet menni. És én gyakorlatilag ezekben a munkákban pontosan ezt csináltam, hogy te azt mondod, összeforrasztott, gyakorlatilag egy lapból, síkból, két dimenzióból hajtok három dimenziós teret. Ezért innen ez a fajta technika, ami végig mindegyik munkánál alkalmaztam. Ami a felfelé törést és hegyeset illeti, általában ők felfelé hegyesek. Valaki kérdezte már tőlem, én azt mondtam erre, hogy hát a templomtornyok is hegyesek felfelé. Ugyanúgy. Tehát mert a felfelé törekvésnél van egyfajta pontja, ahol az akarat vagy, ahol a lendület abban marad, ahol elfárad, ameddig csak tudtuk jutni abban az állapotban, és ott megnyugszik. Ami a rajzokat illeti, minden kultúrának megvannak a maga önálló kérdőjelei, ami miatt azt elfogadjuk, vagy újra akarjuk írni, értelmezni, és megtalálni a saját magunk élete számára megfelelő erkölcsi, emberi normatívákat. Én azt gondolom, hogy ahogy például a kubizmusban, az afrikai kultúrában találták meg azokat az erkölcsi normákat, vagy hiányzó elemeket, amiket azokban a 900-as években hiányoltak, vagy hiányoltak a világháború után. Mindegy, lényeg az, hogy én viszont a régi dolog, a barlangrajzok felé mentem vissza, a 30-40-50-60-80 ezer évre, és azokat a jelentéseket hoztam vissza, amik annak az adott szobornak a mondani valója, tehát grafikusan is kifejtettem, elmeséltem, mint a régebben ugye lefestették a templomokban, festményeket készítettek, mert az emberek nem tudtak olvasni. Én ezeket a régi szakrális jeleket még egyszer elmagyarázva rárajzoltam ezekre a szobrokra. Ami negatív vagy pozitív, ott van a kicsit a hiány vagy az értelmezési dadogás, ahol nem tudom kimondani, ahol nem vagyok bizonyos, de tudom, hogy ott van. Ott vannak lukak, vagy negatív terek. Igen, és most próbálok még rövid lenni. Szóval akkor az én találmányom a csónakkal, a hallal, a sámánokkal. Abszolút. Az igen. Tényleg. Igen. Hát a csónak pedig, hát vannak archetípusok is. Azt gondolom, hogy szobrászként archetípusokkal kell dolgozni. Olyan archetípusokkal, amit mindenki ért. Amikre ösztönösen is rá tudunk érezni, hiszen az általam a Metaxus szövegemben pont ott van, hogy hogyan gondolom én, hogy igazam van, ha nem tudom, és ezt még ugye a Platón lakomájában lehet olvasni, hogy hogyan gondolom én azt, hogy hát nekem igazam van, ha nem tudom megindokolni. És hogy ne lenne igazság, hogyha indoklás nélkül is rá tudok mutatni? Ez a köztes lét, ez a metaxus. Azt mondtad, hogy ne filozófálj. Igen. De inkább nem mondok rá semmit. Okay. Szóval nagyon izgalmasak, nekem nagyon tetszenek tényleg, és én ebben nagyon beleragadtam ebbe az egész sámán történetbe, meg egyéb ilyen archaikus megfogalmazások, hogy van, akit ilyen
bronzkori minták, csigavonal, kettős csigák. Ez az én, ahogy én ezt elnézem, ez valami bronzkori király szeretne lenni, vagy valami ilyesmi, vagy a fején ez a darai, ez félreértem, hogy ez nem egy korona. De. Egy korona. Egyszerű. Ez korona. Ez hihetetlen. Jó. Jó. Na, szóval most akkor szót fogadok neked, hogy ne húzzuk nagyon az időt ezzel. Lehet, hogy mindenki szomjas. A hajókon kívül még madarakat is látok, az lehet, hogy csak én, meg még virágokat is látok, mint hogyha kibomlanának a történetek. Igen. A madár, tehát ezek ősi jelek, a hullámvonal, az a víz, az életjele, a szaporodás jele, a reinkarnációt és a tovább-további életeket jelöli. A fésű lefelé az például a fennről jövő áldást, az emberjelek, a férfi-nő attribútum, ahogyan kapcsolódik, a forrás például, valamelyiknél csak lukak vannak. Vannak régi 40-50-60 ezer éves régi kerámiák, hiszen inkább 60, ahol vannak kerámiák, amik agyon vannak lukasztva, és azt szimbólumként, totemként kezelték, hiszen az a belső fény, a látás, a megvilágosodás elképet, tehát hosszú lenne, és akkor én is az vagyok. Nagymamám használt ilyet, de ő tésztaszűrőnek. Igen, az is, igen. És van, aki pedig feje lefelé borítja, így gyertyát rakana. Igen. Persze, az is lehet. Akkor most szót fogadok neked, jó? Hogy ne beszélj. Beszéljünk még, vagy ne beszéljünk? Szerintem mindenki neki szomjas. Akkor nem beszélünk tovább. Akkor nagyon szépen köszönjük, de ha valami kérdés van, azt szerintem Jánosnak föl lehet tenni, nem? Hát nem akarsz. Nem akarsz, nem beszélni. De nem, természetesen. Persze. Hát nekem már csöngött a telefonom, hogy lejárt az időnk, azt mondtam. Jó. Nagyon szépen köszönjük, és akkor szerintem a music most még lesz egy nagyszerű koncert. Pénteken zeneszerző kvintettjel fog egymással összefüggésben, ezt nem tudom, tehát Attila talán inkább gyere és mondd el ide a fénybe, jó? Mert nem látunk, csak hallunk. Szóval, hogy mi lesz pénteken? Hát azt találtuk ki a Jánossal, hogy mi nagyon kedves egyetemi tanár, komoly zenész barátunkkal, mindnyájan dolgoztunk már nálad, meg játszottunk már nálad, Szigetvári Andrea, a barát Bálint Bolcsó, Bálint Grítus Samu. Egymásnak írunk darabokat, különböző hangszerekre, hagyományoskodta, élő elektronika, avantgárd és grafikuskodta, és festmények, és szövegrészletek, és minden darab valamiképpen a kiállításhoz kapcsolódik, tehát minden darabnak Metaxu, 1, 2, 3, 4, valamennyi a címe, tehát minden darab a szobraidra íródik. Igen, úgyhogy ez lesz pénteken este, akkor szeretettel várunk mindenkit, és köszönöm szépen, hogy ennyi Thank you.